Naponta több száz mákos és diós beigli készül el a karcagi kézműves pékségben. Az árak idén minimálisat változtak. Hát mi megígértük a vevőinknek, hogy most karácsonykor nagyon jók akarunk lenni hozzá, és szerintem teljesen méltányos áron adjuk 3000 forintért egy beiglit. Minimális áremelés az, amit a vásárlók érzékelhetnek a beigli tekintetében. Van, aki ragaszkodik hozzá, hogy otthon megsüse. Nekem meggyőződésem, hogy nem sokkal jön ki olcsóbban, mert nagyon drága a mák is, a dió is, a cukor is, mert nem mindenki jut hozzá a hatósági áras cukorhoz. Tehát minden a vaj iszonyú áremelkedésen esett, tehát úgyhogy egyáltalán nem olcsóbb, ha még a hozzászámoljuk azt, amennyi időt el kell vele tölteni, mert elég munkaigényes sütemény a beigli. Ha hozzáveszünk még az energiaköltséget is, akkor nem valószínű, hogy sokkal olcsóbban jön ki. A beigli mellett keresik az apró süteményeket, így lesz teljes az ünnepi asztal. Ilyen apró édes és sós süteményeket, apró perecet sütünk, különböző citromos, csokoládés, kókuszos, diós apró süteményeket, aminek nagyon hosszú a szavatosság ideje, akár egy hónapig is eláll, hogyha egy dobozba ügyesen elteszi a háziasszony, és ezután is nagyon nagy érdeklődés van, illetve a kalácsok iránt. Ezeknek az elkészítése igen időigényes, már most sok megrendelés került leadásra. Mindez elég babra munka, tehát azért jócskán oda kell tenni magunkat. Aki nagyon ráér nyilvánvaló, mert öröm sütni, úgyhogy nyilvánvaló, hogy megcsinálja, mert benne van szíve lelke. Én nekem nem lenne időm arra, hogy otthon sütkérezzek. A beigli könnyen lefagyasztható, és akár még januárban is fogyasztható kiolvasztás után.